időjárás egyesült hozzá, hogy ezt a látogatót majd meg tudjuk tartani. Bolnyák Gyula vagyok, a Magyar Alkotó Művészeti Nonprofitáliának a vezetője, és a program szerint még Rétvári belügyminiszter helyettes úr érkezett volna. Egyéb program, illetve időjárás miatt nem ért ide, de nagyon kedves és nagy tiszteletű vendégeinkkel a mai nap szeretnénk ezt az alkotóházat felújítás után megnyitni. A nagy szeretettel köszöntöm Harangozó Bertalan Vasmegyei Kormánybizott urat, köszöntöm professzor Batta András urat, aki a Szentendrei Művésztelep képviseli ezen az átadón, V. Németh Zsolt államtitkár urat, továbbá Zsennye polgármester urát és Hóvári János ügyvezető, majd leendő igazgató urat, aki nagykövet. Engedjék meg, hogy egy rövid beszéddel összefoglaljam a magnak az elmúlt 3 évét, illetve ennek a felújítás, ennek a Zsennyi Alkotóháznak a felújításának a történetét, valamint egyáltalán azt a programot, amivel nem csak Zsennye, hanem Szigliget, illetve Szentendre is megújult az elmúlt években. A rendszerváltás után a magyar művészeti alap vagyonának egybentartása érdekében 1992-ben a létrehozott Magyar Alkotó Művészeti Közalapítvány, ugye ez a közalapítvány volt a Magyar Népköztársaság művészeti alapjának az utódja, ennek a megszűnésével 2011-ben jött létre a Magyar Alkotó Művészeti Nonprofit Kft. Ez a cég kapta meg ennek a közalapítványnak a teljes vagyonát, beleértve az ingatlan vagyont, az égóságokat, illetve azokat a feladatokat, amiket el kellett látnia az alkotóművészet szolgálata érdekében. Ugye ennek a szervezetnek a rövid, talán most már közismert neve a HANG. Ebben az új megreformált rendszerben kezdhette meg működését a Magyar Alkotóművészet új szolgáltatási rendszere 2011 év végén. Az elmúlt 3 évben a MAG és a csapatoknál sok feladatot hajtottunk végre. Átvettek a közalapítvány közel 7 milliárd forint ingatlan, 7 milliárd forint értékű ingatlan vagyonát, és most ez 22 ingatlanot jelent, ebből jelentősen kastély, pedig Zsennye, Szigliget, Pétervár, Szentendrei Művésztelep, és kialakítottunk egy új, hatékonyabb vagyonkezelési rendszer. Elindítottuk a Magyar Mecénás Programot, ez olyan regisztrációs rendszer, aminek a segítségével minden magyar alkotó művészet, minden magyar alkotó művész igénybe veheti a magnak a szolgáltatásait. Megteremtettük a szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, és kialakítottuk a szervezeti felépítést. Átszerveztük és újra szerveztük a műteremlakások bérlőkérülési rendszerét, ez az önkormányzati tulajdonban lévő műteremlakásoknak a bérlőkérülési joga van a maguknál, illetve integráltuk a volt képzési valaművészeti rektorátus, amivel a köztéri szobroknak a szakvéleményezési feladata és a magukhoz került. Nagyon sok új feladatot is kaptunk. Többek között mi lássuk el a fiatal művészekkel támogató 12 állami művészeti ösztöndíjnak a elvonulítását, illetve a szakmai vezetését, és a MANG adja ki az országos, az állam tulajdonában élő kultúra.hu online kulturális magazin. Jelentős tapasztalatokat tettünk szert az ingatlankezelésbe, így egy miniszteri döntés értelmében a 33 állami országos kulturális intézmény, tehát az operától, a MIPÁN keresztül az egészen kisebb szervezetig így, a MANG látja a közös energiabeszerzést, tehát a gáz áramok beszerzés feladatát, hogy ezeknek az intézményeknek jelentős rezsicsökkentést okozott. A MANG szolgáltatásait a Magyar Mecénás Program segítségével már a több mint 4000 művész és több mint 20 országos alkotóművészeti társadalmi szervezet vesz igénybe. Úgy gondolom, hogy a MAG létrehozásával az alkotóművészet területén világossá váltak, és megerősítették több mint 20 éve létező nemzeti kulturális alap a hazai és határon túli kulturális élet finanszírozását oldja meg, és a 100%-os állami tulajdonban lévő Magyar Alkotó Művészeti Nonprofitkációnak pedig az a feladata, hogy az alkotó művészetnek szolgáltasson. A maga felett a tulajdonosi jogokat az emberi erőforrások miniszterelnöke gyakorolja, alkotóházaink vannak Szigligeten, Zsenyéken, Hódmezővásárhelyen, művésztelepeink Hódmezővásárhelyen, illetve Szentendrei Művésztelep is a MAM tulajdonában van, ahol működik a MAM galéria, ami kiállítási lehetőséget teremt a magyar alkotóművészek számára, továbbá itt van a cég központja is. Az elmúlt 3 évben elvégzett számtalan feladatok közül úgy gondolom, hogy a leglátványosabb és a legjelentősebb, hogy elindítottuk az Alkotóház és Művésztelep rekonstrukciós programunkat. Ennek első lépéseként a Szentendrei régi művésztelepet újítottuk föl, ahol egyrészt a galériát is rendbe hoztuk és létrehoztuk a cég új központját. Az NK támogatása, az EMI által nyújtott források, illetve a MOM saját bevételi segítségével tavaly év végén, tehát egy éve kezdtük meg a Zsennye és a Szigligeti Alkotóház felújítását. A Szigligeti Alkotóház a Veszterházi kastély idén december 12-én, tehát közel 2 hete adtuk át, és hát most pedig itt hagyjuk a Zsennyei Alkotóházat. Az Alkotóház felújítási programunkra összesen közel 1 milliárd forintot költöttünk, ebből valamivel több mint 1 milliárdot, ebből 500 millió forint jutott a Szigligedre, közel 300 milliót költöttünk itt Zsennyén, és még valamivel több mint 200 millió forintot Szentendrére. Ez a 400 éves épület úgy gondolom, hogy most újra létező pompájába rajog. Az egyéni munka eredményeképp a tetőtől az alapokig, az erdei úttól a kerítésig teljesen megújítottuk az alkotóházat. Az épület egy teljesen új tetőt kapott. Az új homlokzat pedig vízállóvá légeresztővé vált. Javítottuk, hogy szükség szerint cseréltük a külső és belső nyitárzárókat. Felújítottuk a fürdőszobákat, átfestettük a radiátorokat. Korszerűsítettük a konyhát, amely egy HACCP engedéllyel rendelkező fürdőkonyhával vált. Az alkotóház elektromos külső és belső világító testét és egyéb szerelvényeit is lecseréltük, továbbá egy díszvilágítást is kapott az épület, most kevésbé látható, de sötétbe nagyon jól mutat. A fűtés, illetve a melegvízellátorrendszert is felújítottuk, és elkészült ez a terem, ami komoly zenei próbák alkalmasára is lehetővé vált, de hát ugyanúgy alkalmas a képzőművészet számára is, hiszen felső világító ablakokkal rendelkezik, ami rendkívül jó fényviszonyokat teremtett. A felújítás legnagyobb nehézsége azt jelentette, hogy ez egy 400 éves épület, és a mai értelemben vett alapokkal nem rendelkezik. Azaz az elmúlt 30 évben kevésbé nyúltak az épülethez, ezért megsüllyedt és üzesedett is. A hátsó teraszlépcsét teljesen újra kellett építenünk, az épülettől elvált bejárati árkádat is meg kell állítani a süllyedését. Több mint 10 köbméter földet kellett elmondani az épület körül, törveszigetelni, a rossz közművek miatt kirakott iszapot elhordani, és utána újra visszatemetni. Majd pedig elkészült az épület lényegzáros technikával külső vízálló szigetelése is. Azt gondolom, hogy egy olyan felújítást hajtottunk végre, ami nem csak funkcióval rendelkezik, hanem a 24 órában megmentettünk, a 24. órában megmentettünk egy ilyen jelentős műemléket. Fontos tudni, hogy ezeknek a felújításoknak úgy gondolom, hogy nagyon fontos része, hogy kettős célt hozunk ezzel létre. Egyrészt megmenekül egy műemlék, másrészt viszont a felújítás egy olyan rendszerben történik, ahol adott esetben, illetve már direktben funkciót kap az épület. Hiszen egy alkotóházat hozunk létre, tehát a funkció mellett a műemlék védelem is megvalósul. Amit majd a bejárás során látni fognak, hogy a bútorokat teljes mértékben restauráltak, ezek antik bútorok, nem csak itt, hanem Szigligeten elkészült ezeknek a teljes restaurációja, hiszen szeretnék kiemelni Kártai Tamásnak, asztalos mester úrnak a tevékenységét, ott láthatunk, aki egy azokra megéremel egy tapsot, és tényleg amikor először beszéltünk erről azt mondom, amit kérek az lehetetlen, mert ez egy munka, elképes négy hónap alatt sikerült felműteni mindent, hogy a méreteket érezzük, ez gyakorlatilag ez 300 darab bútornak a felújítása volt, és hát olyan minőségben, hogy látni fogják, hogy a itt dolgozó kollégák azt hitték, hogy új bútorokat hozunk, mert nem ismertek rá a felújított bútorokra. Természetesen szeretnénk kiemelni a kivitelezőnek, a Vitibaunak, Marosvárnónak is a tevékenységét, hiszen az épület felújítása pedig a épület felújítása az bútorok is fontosak, de az épület felújítása még fontosabb. Ők is azt gondolom, hogy elfordító alatt, tehát egy év alatt, ráadásul két külön etapban készült a felújítás. Tehát ilyen mértékű felújítás ennyi idő alatt, megköszönhetjük egyébként az Istennek és időjárásnak is, hogy a hangulatot novemberben tudtuk fejezni. És beszereztünk egy zongorát is, hogy nem szükséges megtapsolni, de eltapsolom, majd be fogjuk ugye a mostani birtokozós koncerten mutatni. Tehát egy új funkciót, vagy már egy meglévő funkciót, a Zsenei Alkotóház is funkciót is létrehoztunk. Fontos tudni, hogy az épület egy 16 hektáros parkkal rendelkezik, és ennek is megtörtént a teljes felújítása. A parkhoz nem nyúltam, az elmúlt 30 évben már gyakorlatilag egy ilyen átjárhatatlan őserdővé vált, ami mondjuk előnye az, hogy gyakorlatilag egy illik van bemutató, tehát az ember körülbelül, akkor ezekkel szarvasokkal, a disznókkal találkoztak, de ezt az emberek tudták, hogy közel 300 köbméter fát vagy bajakat vágtunk ki, és körbe elkezdtük egy eltérőt, ezt megkovicsozunk a kis hidakat, illetve a pontokat hozunk létre, tehát nagyon kellemesen körbejárhatóvá vált a terület. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy tényleg egy olyan teljes átfogó felújítás jött most így létre, amivel a következő 30-40 évre létrehoztunk egy nagyon hatékony és nagyon szép alkotóhelyet. Azt gondolom, hogy ezen a munkáknak így nem ért véget. Folytatni kell ezt a programot, hogy források bőven az volna, tehát valószínűleg a következő években megtörténhet Kecskemét, Hédervár, a többi alkotóházak felújítása is, de a három legnagyobb, legjelentősebb ingatlannak a felújításán túl vagyunk. Munkálatokkal készülünk, tesztüzem zajlik, a ideges használatba vételi engedélyig jel várhatóan január közepén, legkésőbb január végén újra a birtokukba vehet az alkotó művészek ezt az alkotóházat. Én pedig mindig büszke leszek arra, hogy ebben a programban részt vehettem, és az itt születő műveknek egy kicsit háttérből, de támogatóra lehettem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Szeretném